Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, Esztergomot, innen az MCC Festről. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit az MCC Festről a Grand Hotel Esztergomból. Egy érdekes és izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. Litkei Máté valaki, az MCC Klimapolitikai Intézetének igazgatója. Szervusz, köszöntelek, és Szervusz. köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Hát sok mindenről szeretnék veled beszélni, de mégis röviden. Háború és béke, vagy háború és klíma? Oh. Hogyan, közelít, hozzán, hogyan közelítsünk ez a kérdéshez? Van-e egyáltalán hatása a klímára a háborúnak? Természetesen van. Egyébként nem olyan rég látott napvilágot egy olyan kutatás, ami a, az idei ENSZ klímacsúcsra egyen előkészítő, tanulmány volt, ezt bomba mutatták be, és ott ö, arra megállapításra jutottak a kutatók, hogy nagyjából Belgium egyéves kibocsátásával egyenértékű az a többlet kibocsátás, amelyet az orosz-ukrán háború eredményezett. Ennek több összetevője van. Egyrésztről nyilvánvalóan a harcjárműveknek a mozgása az nem a legkörnyezetbarátabb módon történik meg. ezek nem elektromos járművek. Gondolom. Ezek nem vegán tankok. Tehát ez, ez a, alapvetően itt a, a szempont az az, hogy megbízhatóan a derékigérő sárban is Mm -hmm. elmenjenek ezek a csapatszállító vagy egyéb harci harcjárművek. Természetesen itt az üzemanyagfogyasztás az olyan értelemben szempont, hogy azért mégis egy energiahatékonysága, észszerű ésszerű keretek közt ez, ez szempont, de a környezetvédelem abszolút nem az. A más, másik nagyon fontos szempont az az infrastruktúrák elleni támadás, tehát amikor lőszerraktárakat lőnek szét, vagy éppen az északi áramlat egy és kettő vezeték ellen követel valaki, ezt a mai napig nem tudjuk, hogy... Uh, ki, igen, ki, ki lehetett egy olyan szabotás akciót, ahol soha nem látott mértékű metán szabadul föl a légkörbe vagy említhetném a Kahovka igát elleni ö, támadásokat. Tehát ezek mind olyan tényezők, amelyek károsanyag kibocsátással, többek között üvegházhatású gáz kibocsátással járnak. De maga az Ukrán Környezetvédelmi Minisztérium tett közzé egy olyan ö, átfogó tanulmányt, hogy körülbelül 2200 környezetkárosítási eset történt a háború kitörése óta. Itt erdőterületeknek a pusztulásáról van szó, vagy olyan védett területekről, amelyek ilyen vizes élőhelyek és hasonló. Tehát, hogyha mondjuk szétülnek valahol egy tankot és kifolyik az üzem üzemanyag, akkor ott nyilvánvalóan az élővilág pusztul. Nagyjából egyébként a védett területeknek a 20%-a az, ami részben vagy teljesen elpusztult Ukrajnában. Tehát óriási a helyi környezetszennyezés is. De még egyszer mondom, ennek van globális hatása, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy az orosz-ukrán háború az energiáremelkedést is okozott. Értelemszerűen ugye, amikor Európa elhatározta, hogy le akarja választani magát Oroszországról, akkor csak kerüljótakkal, magasabb áron tudta ezt megtenni. Az energiára emelkedés pedig azt eredményezte, hogy mind a villamosenergia elő, előállításában a szilárd tüzelés leginkább a szén és a lignit, a, aránya megnövekedett. Na várjunk, az energiáremelésre általában úgy szoktak hivatkozni, hogy az csökkenti az energiafogyasztás, ezért csökken a kibocsátás. Igen, ez elméletben meg a tankönyvek De hát most egy kicsit más mondasz. Ki. Á. Igen, igen, amikor a, és most nem Kínáról és Indiáról beszélek, hanem mondjuk Németországról, amikor az országok vezetői olyan dilemma elé kerülnek, azt kell eldönteniük, hogy megfelelő áron biztosítják az energiát a lakosságnak, illetve az iparnak, akkor bizony a környezetvédelem az egy szempont a sok közül és bizony a megfizethetőség és az ellátás biztonság azok előrébb sorolódnak. És azért volt az, hogy a tavalyi évben Németországban a villamosenergia több mint 30%-át szénből és lignétből állították elő, és Németország, az a Németország, aki Franciaországgal együtt több millió eurót juttatott Dél-Afrikának, hogy váljanak le a szénről, az a tavalyi évben importálta a szenet Dél-Afrikából. Tehát ilyen nagyon érdekes dolgok történtek a világban, de ugyanez egyébként Ázsiában is lejátszódott, tehát nem ezt ígérték. Nem, nem ezt ígérték a zöldek de azért mégiscsak a kormányzás realitása az ilyen kiúzanító pofonokkal szokott járni. Az elméletek megpróbáltatnak, és sokszor elbuknak. És ne legyenek illúziónk, hogyha az idei évben egymásra elindul a licitálás mondjuk a gázárpiacon, mondjuk Kína és Európa között, akkor a kínaiak mindenféle könycseppek hullajtása nélkül fognak szenetégetni, és az globálisan megint növelni fogja a kibocsátásokat. Különben akartam tőled kérdezni, hogy most nyár van közeledik az ősz majd, és hát a majd tél következik, hogy most mit lehet látni az energia piacon? Alapvető... Lesz gáz, lesz száram, lesz fűtés, mennyibe fog kerülni? Beszéljünk Európáról, az egy jobban belátható terep. Európában most nagyjából mindenki megnyugodott. Ennek a nyugalomnak az oka az egyrésztről annak köszönhető, hogy a tavalyi évben nagyon sötét előrejelzések jöttek egyébként nagyjából az összes elemzőház részéről nem tudtuk, hogy a tél mennyire lesz kemény, amikor még befele tartottunk a télbe, és amikor láttuk, hogy itt már enyhe lesz a tél, és a meteorológiai szolgálatok jelezték, hogy ez valószínűleg így is fog maradni, akkor úgy mindenki megnyugodott. Miért? Mert hogyha kisebb a téli fűtési igény, akkor több gáz maradt tavasszal a tárolókba, tehát a következő évi tavaszi betárolási időszaknak egy magasabb töltöttségi szinttel vágunk neki. Ez történt. Kevesebbet I kell venni, kevesebbe kerül. Pontosan. És ugye Oroszországra a gáz tekintetében nem történt még meg. 2021-ben egy 155 milliárd köbmétert vásároltunk. Azért 2021-et mondom, mert az még teljesen a leválási szándék előtt volt. Tehát nagyjából ez a 40 a a teljes európai importnak, ezért kezdett Oroszországból. És a tavaly évben ezt folyamatosan elkezdtük csökkenteni, de hogyha azért visszaemlékezünk, az év közepéig nagyjából érkezett az orosz gáz 100 os kapacitással, és innentől kezdve volt egy folyamatos csökkenés. Jelenleg úgy állunk, hogy mind a, a déli török áramlaton keresztül egyébként ott 100%-os kapacitáson érkezik a gáz, de még a testvériségen keresztül is érkezik. Az év feléhez érkezve, tehát amikor hetedik hónapba léptünk át, akkor egy kicsivel több mint 10 milliárd köbmétert már el tudtunk számolni azon a vezetéken is, és az LNG-be a cseppfolyósított földgázszállításokban is egy 22 milliárdot szállítottak az oroszok a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy az amerikai Egyesült Államok után Oroszország volt a második legnagyobb cseppfolyósított földgázszállító Európa irányába. Tehát nem csak, hogy nem sikerült leválni Oroszországról, hanem sikerült egy annyira előnyös dílt kötni, egy annyira előnyös üzletet kötni, hogy megveszik drágában más útvonalon ugyanezt az orosz gázt. Ha már uh, háború, ha már különböző energiahordozók, és ha már Oroszország, azért ez pont a elmúlt hetekben derült ki, hogy az ukránok uh, pont uh, az Európai Unión keresztül, részben Magyarországon keresztül veszik meg az orosz olajat, annak kerekében, hogy a tankjai tudjanak mozogni a harstéren. Én ezért nem kárhoztatom őket, tehát működtetni kell a gazdaságot, a hadipart is, és a erőket is, hát veszik szerencsétlenek, ahonnan tudják. A probléma az inkább a, ez a szemellenzős európai nézőponttal van, ami nem veszi figyelembe a realitásokat. Tehát, hogyha maga az Európai Unió is kénytelen az orosz energiahordozókat vásárolni továbbra is, és egyébként ettől is függ a téli energiállátás, mert az oroszok bármikor dönthetnek úgy, hogy akár az LNG-t, akár a vezetékes elzárják, és akkor 60 milliárd köbméter fog hiányozni. Ugye említettem, hogy 155 milliárd volt 2021-ben, a tavaly évben 60 milliárd kömméter körül szállítottak le az Ez lehet az ő fegyverük? Ez még mindig lehet egy tényező, hiszen elképesztően kifeszített a gázpiac. Norvégiában néhány LNG, elnézős néhány gázkitermelő hely itt a, a hónap vagy az év közepén, júniusban meghibásodott. Néhány százmilliárd köbméteres éves kitermelésről van szó, és egyből volt egy gázárugrás. Ez azt jelenti, hogy elképesztően kifeszített a, a gázpiac Európában, és ugye ezzel egy időben jelentették be a hollandok, hogy a Groningeni kitermelést is le fogják állítani az ősz folyamán ami pedig Európának a legnagyobb saját kitermelésű mezeje. Ezek a hírek, ezek azonnali gázáremelkedést indukáltak a, a holland gáztősdén. Ez azt jelenti, hogy valójában ez a nyugalom, ez egy felszíni nyugalom. Tulajdonképpen már a fenyegetés, vagy a fenyegetettség azt váltja ki, hogy növekednek az árak. Így van, mert minden köbméterre szükség van jelen pillanatban, és az oroszoknak az még mindig egy ütőkártya, hogy 60 milliárd köbmétert le tudnak szállítani, és le is szállítanak egyébként piaci alapon. Hm. Akkor Hogyha összegezzük a beszélgetésünknek ezt a részét, akkor azt lehet mondani, hogy a háború rosszat tesz a bolygónak? A háború rosszat tesz az embereknek, a háború rosszat tesz a természetnek, és hát nincs olyan tényező, ami, amiben a háború bármilyen pozitív hozadékkal járna. Tehát azt lehet mondani, hogy aki az ember életeket és a természetet meg akarja óvni, az a háború azonnali befejezése mellett kardoskodik. Lépjünk egy picit tovább. Te részt veszel egy panelbeszélgetésen az akkumulátor kérdéssel kapcsolatban. Igen. Ha jól láttam, jól emlékszem itt az MCC-Festen, <laughs> és hát itt nagyon sok a kérdés, nagyon sok a bizonytalanság, és nagyon érdekli az embereket, nyilván foglalkoztatja, hogy mi történik még hozzá. Azért, mert egyre másra halljuk, hogy akkumulátorgyár Debrecenben, akkumulátorgyár akkumulátor akkumulátorgyár itt-ott-ott az országban, és hát jó ez az akkumulátor, gyár, jó az akkumulátor. Szerintem ennek a kérdésnek nagyon sok rétege van, tehát ö, nem, akarok, nem akarom elkenni ezt a dolgot, de hogy világítsuk meg azért, kezdjük onnan, hogy mi a makrokép. A makrokép az az, hogy Európában a az üvegházhatású gáz kibocsátás a legtöbb szektorban sikeresen csökkentettük az elmúlt években, évtizedekben, de van egy olyan szektor, ahol ez nem történt meg, annak ellenére, hogy a gépjárművekre vonatkozó környezetvédelmi standardok nőttek, a közlekedési kibocsátások szintén növekedtek. Ez azért van, mert a gépjármű flotta számosságában is növekedett. Tehát egyre több autó van az utainkon. Ezt Kitűztünk egy célt, amit amúgy nem úgyse tudunk elérni? Ez, ez így önmagában talán erős fogalmazáson, hogy se tudjuk elérni, és ezért az Európai Unió nézi is, hogy uh -huh. mik lehetnek a potenciális megoldások. Emlékezzünk vissza, hogy néhány hónappal ezelőtt az volt a kérdés, hogy 2035-tel betiltják-e a belségési motorokat, és óriási parázsvita zajlott az Európai Unión és belül. Parázs lobbizás. És parázs lobbizás, és vég, végső soron a németek voltak azok, akik sikeresen átvitték azt a ilyen kitételt, ilyen kis diszklémert, hogy fölül kell vizsgálni az alternatív üzemanyagokra vonatkozó szabályokat. Van-e olyan, úgy, úgy fogalmaz a, a szöveg, hogy e-fuel, tehát olyan környezetbarát üzemanyag, amely nulla kibocsátású. És akkor a belső belsőgésű motorok ezzel a módosítással tovább futhatnának. Itt ugye a német autóipar jövőjéről beszélünk, tehát, hogy, hogy a nézőknek nyíltan beszélünk. A németek azért Harcolták elkezd ki, mert vannak olyan autógyárak és vannak olyan lobbistái az autógyáraknak, akik egyértelmű jelzést adtak, hogy a 2035-ös dátum túl közeli. De mi lett volna az alternatíva? Azaz teljesen elektromos mobilitás. Leginkább pedig az akkumulátorral szerelt gépjárműeknek a jövő. A, a hidrogéncellás autók az egy jó elképzelés. Nem igazán látjuk azt, hogy itt rövid határidőn belül tömegesen ezek lepnék el az utakat, viszont az elektromos autók a, a, az akkumulátorokkal szerelve, az már egy most is hasznosítható és most is gyakorlatilag piaci alapon működő technológia. Egyre nőnek az eladási számok. Tehát itt az, az egyes előrejelzések azt mondják, hogy egyébként mindenféle szabályozás nélkül 2040 és 50 környékén már akár átbílált, hogy. A többsége az autóknak, az egyébként is elektromos autó lesz, amit értékesítenek. A jövő az akkumulátoroké, meg az akkumulátoros autóké, vagy pedig elektromos autók egészen pontosan, vagy pedig a közeljövő. Ez, ez egy rendkívül jó kérdés, de nem lehet igennel, vagy nem, vagy nem lehet uh, vagy egy vagy-vagyal vagy válaszolni, hogy most akkumulátorra igen mondunk, vagy nemet, mert mindenképpen egy technológiai mix fog kialakulni, mint ahogy mindenben a lakossági fűtésben ugye az otthonainkat különböző technológiákkal fűtjük, van, aki gázkazánnal, van, aki vegyes tüzelésű, van, aki pedig elektromos fűtéssel, ugyanígy a közlekedésben is különböző technológiák lesznek meggyőződésem szerint, akármilyen szabályozás irányába próbálunk ellépni. Tehát nem számít az arra, hogy ez csak eltűnnek egyik pillanatra a másikra a dízelautók, benzines autók. Már csak is. azért sem. csak elektromos autó lesz. Az mert, a, mert a leg legprogresszívebb szabályozása arról szólt, hogy azonnal az utakról vegyük le ezeket, hanem 2035 után új no. gyártásút nem lehet forgalomba hozni. Tehát még utána, amit legyártottak 35-ben és forgalomba helyeztek, valószínűleg egy 10-15 évig akkor is az utakon lenne. Tehát még évtizedekig amúgy is számolnánk a belségési motorokkal, hogyha át lehetett volna ezt vinni. De még egyszer mondom, nem csak akkumulátoros autók fognak az utakon ö, futni, de az egyértelműen látszik, hogy piaci alapon is térnyerés zajlik, és az Európai Unió szabályozás is abba az irányba tendel, hogy arra fele lejtsen a pálya. Ez miért fontos? Azért, mert hogyha az Európai Unió, és ezen belül is például olyan befolyásos személyek, mint Franz Timmermans azt mondja, hogy itt több tucatnyi giga akkumulátor gyárt kell az Európai Unióban létesíteni, az nem mindegy, hogy hol fog létesülni. És itt térnék át az újabb rétegére ennek a kérdésnek, ami szerintem egy gazdasági kérdés. A magyar gazdaság a rendszerváltás óta keresi annak a lehetőségét, hogy hogy lehet kitörni, mi lehet az a húzóágazat, amiben mi akár világelsők is lehetünk, de az Európai Unióban egy ilyen kitüntetett szerepünk lehet. És a hagyományos autógyártásban szerintem viszonylag jól sikerült integrálni a magyar gazdaságot. A GDP-nek, hogyha csak az autógyártást nézzük, 5%-át adja, de hogyha teljes ökoszisztémát, akkor nagyjából 25%-a köthető az autó. Az itt van az, az Opel, most már a BMW jön, ugye Audi gyár van Győrben, Mercedes, 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 igen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez, ez egy sikeres ágazat nőtte ki magát Magyarországon az évek során. De akkor ennek van egy kifutása, hogyha jól értem. Ennek van egy hogy? átalakulása, uh -huh. ami aminek a részei vagyunk, és a nagy kérdés az az, hogy ezek a gyárak tudnak-e adaptálódni, vagy pedig kénytelenek, most a legrosszabb forgatókönyvet mondom, leépíteni a termelést, és valahol újjáépíteni, de ez nem lenne az azt érted, hogy átállnak elektromos részben vagy teljesen, részben vagy teljesen elektromos autógyártásra állnak át, és nem véletlen az, hogy Magyarország egy vonzó ö, cél egyébként a dél a Japán, a Kínai, a különböző akkumulátorgyáraknak, mert itt vannak azok az autógyárak, akiknek közvetlenül tudják majd értékesíteni ezeket az akkumulátorokat. Rendkívül nehéz alkatrészekről van szó, tehát ezeknek a kontinenseken keresztül utaztatása nem íri meg. Ezeket itt érdemes összeszerelni, és egyből kis túlzással mondom, egy talicskán átolni a gyárba. Ez fog történni itt Magyarországon. Ezzel meg lehet a következő egy-két-három évtizedet nyerni akár gazdasági szempontból? Én azt gondolom, hogy igen. És, és nem csak mint összeszerelő üzemek, ugye ez egy ilyen népszerű mantra egyébként az autógyárak esetében is, de a az autógyárak uh, eredményezték például az Alazont, ami az önvezető technológiának a, az egyik ilyen uh, jégtörő hajója itt Európában, és ugyanezt uh, reméljük az akkumulátorgyárak ideérkezésétől. A Debreceni Egyetem már bejelentette, hogy közös szakot fognak, mérnöki szakot fognak indítani a kínai CTL uh, gyárral együtt. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ezek a gyárak ki akarják szervezni a termelést valahol, ahol nagyon olcsón ezt a termelést uh, végre lehet hajtani, hanem keresik a képzett munkerőt. És keresik azt az egyébként tudományos és ipari ökoszisztémát, amiben ők jól fogják magukat érezni. Van a... itt két ellenérv. Igen. Az egyik ellenérv, az első ellenérv az az, hogy hát itt olyan elsősorban kínai gyártók fognak ide jönni, akik ö, tesznek a környezetre, nem érdekli őket, hogy ö, a, mi történik körülöttük, szét fogják szennyezni az ivóvízbát, és mindent tönkre fog menni. És mondom Igen. majd a másikat is, de először a kukellek, hogy mondj valamit erre. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, ö, István. Azért is, mert a helyi embereket tényleg ez érdekli. Tehát uh, én beszéltem Debreceniekkel, beszéltem Nyíregyháziakkal, ahol egyébként nem maga az akkumulátorgyár, de egy, uh, egy lemezgyár fog majd uh, ott uh, Nyíregyháza környékén települni, és tényleg aggódnak a helyi emberek. Szóval, és, és a, azoknak a szavát, akik bármifajta információt tudnak ezzel kapcsolatban nyújtani. Információt, és, vagy dezinformációt? Na igen, és, <laughs> és ez, a, ez, a, ez a kérdés, hogy milyen szándékkal és milyen információkat juttatunk nekik. Uh, Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unióban olyan szigorúak a környezetvédelmi szabályok, hogy ennek párja nincs a világban. Tehát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, nincs olyan része a világnak, ahol nagyobb biztonsággal lehet akkumulátorokat gyártani, mint itt Európában. És ezek a jogszabályok, ezek európai szinten harmonizáltak, tehát minden országban azonos minimum követelmények vannak. Nem a klímavédelem lehet. szempontjából is jó, hogy jobb, hogyha Európában Klíma készülnek az akkumulátorok, mint és, és talajvédelem és levegővédelem uh -huh. és minden környezeti szempontból. Egyébként megfordítom ezt az érvelést, amit egyébként a baloldal szokott mondani, hogy idehozzák ide a sok mérget. Nem tudnák ezt az egyébként valóban komplex gyártási folyamatot jobb helyre vinni környezeti szempontból, mint az Európai Unióba. Mert hogyha azt csináljuk, mint a nehéz iparra, hogy tessék ezzel elmenni Ázsiába, meg más részébe a világnak, az csak azt fogjuk eredményezni, hogy semmilyen ráhatásunk nem lesz, hogy hogyan gyártják le ezeket. Itt az európai jogszabályoknak kell megfelelni. És eddig tart a környezeti érvelés, hogyha ezeket betartják a a cégek, akkor nagy probléma nem lehet ugyanezeket a... Uh, de be kell tartaniuk, nem? Be kell tartaniuk. Ez nem egy, nem egy opció, hogy betartják, hanem... Ez, ez nem egy opció. Uh, még egy dolgot szeretnék itt elmondani. Uh, ezek új, új technológia, új gyárak. Uh, nem szoktunk hozzá, hogy ilyen gyárak jönnek Magyarországra, de a gyógyszergyárakhoz, a papírgyárakhoz, a ruhaipari gyárakhoz hozzászoktunk, amik ugyanennyire vagy, 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 még szennyezőbbek, mint az akkumulátorgyárak, és Budapesten belül van például gyógyszergyár, van cementgyár, és emberek laknak közvetlen környezetében ezeknek a gyáraknak, amik akár még szennyezőbbek lehetnek, mint ezek az akkumulátorok, csak ezek évtizedek óta ott vannak, és hozzászoktunk a jelenlétükhöz. Az akkumulátorgyárak semmivel nem szennyezőbbek, mint ezek az egyébként nehéz vegyipari egyéb tevékenységek. Ugyanúgy be kell tartaniuk a jogszabályt, és hogyha nem tartják be a jogszabályokat, akkor a hat bünteti őket. Na és itt térnék rá, hogy eddig tartott ugye a környezeti érvelés, de valójában az ilyen megítélésem szerint ez csak a felszíne a baloldali érvelésnek. Mindig környezeti érvekre ö, hivatkoznak, de mindig a mondandójuk lényege, hogy nem bízhatsz a kormányban és nem bízhatsz az intézményekben. Mindig azt csak mondják... Csak az NGO-kban bízhatsz? azt nem tudom, hogy kiben bízhatsz, de azért... Hát ez az üzenet, nem? De, az, de az, erre majd mondok, mondok, valamit később, de az érvük mindig abban el, hogy nem, ugye itt kezdődik, nem elég szigorúak a törvények. Szigorítanak kell a törvényeket. Aztán felhívtuk a figy... például mi is a Klimapolitikai Intézet, hogy ezek a törvények ugyanazok, mint Németországban, ahova ugyanúgy elment ez a CATL gyár, és Ánstadban egy ugyanilyen technológiai, ugyanilyen akkumulátorüzemet telepítet és az már gyárt, és meg lehet nézni, oda lehet menni, és meg lehet nézni, hogy mi történik ott, ugyanaz fog történni Debrecenben is. aztán azt mondták, jó, a törvények tényleg ugyanazok, amik rájuk vonatkoznak, de nem tartatják be velük, nem ellenőrzik ezeket a gyárakat. Aztán pont ez a szerencsétlen eset, amikor ez a négy kormányhivatalnok megsérült egy bejelentésre, ugye kimentek, kivonultak ellenőrizni, és megsérültek, hát most már az se hogy kimennek rendszeresen ellenőrizni. Ráadásul azt mondták, utána a következő érv az az volt, mert hányszor büntették meg, például a Gödi Samsung, uh -huh. ami egyébként dél és is nem kínai, és mégis keverik az egészet, de hogy ezt a dél-koreai távol gyárt... Távol-kelet. Igen, távol-kelet, nagyon-nagyon veszélyes. Hányszor büntették meg, és nem volt hatása. Tehát már nem tudják tagadni azt, hogy egyébként kimegy a hivatal, ellenőriz, és büntet. És erre egyébként azt szoktam mondani, hogy ezek a gyárak néhány éve üzemelnek itt. Nem lehet az első büntetési tételekkel egyből bezáratni egy gyárat. Ezek Figyelemfelhívó és errettentő jellegű büntetések, de én is azt gondolom, hogyha ezek a gyárak nem akarják betartani ezt a szabályozást, ak őket. akkor ki kell adni az útjukat, menjenek ahova akarnak, ahol megengedik ezt a, a, ezt a mentalitást. De az nem Európa. De az valószínűleg nem Európa lesz. De én nekem meggyőződésem, hogy ezek a cégek be akarják tartani a szabályozást, azért jöttek ide, sok millió dollárt investálnak egy gyárba, nem azért tették ezt, hogy utána ezt összepakolják és átvigyék máshova, és megint sok millió dollárért valahol fölépítsenek egy, egy, másik üzemet. Tehát alapvetően a, az ellenzéki érvelésnek a magja az az, hogy ne bíz a kormányban, és ez azért egy veszélyes dolog, mert ne adja az ég valamikor, Történhet egy kormányváltás, igaz? Tehát, hogy azért senki nem nincs kormányon örökké. És mi történik akkor, hogyha sikerül az ő küldetésük, sikerül lerombolni az intézményekbe vetett bizalmat, és ők kerülnek kormányra, Senki és ugyanazok a hivatalnokok, akiket nem cserélnek le egy kormányváltásra, ugyanúgy kimennek ellenőrizni, és az állampolgárok már akkor se fognak hinni benne. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék szerintem. A szakemberek, akik tényleg éveket töltenek az egyetemeken, megszerzik a mérnöki végzettséget, és kimennek ellenőrizni, és kiadnak egy környezetvédelmi hatástanulmányt, vagy kiadnak egy engedélyt, vagy bármit, tehát nekik a szavukat kétségbe vonni, szerintem egy nagyon kétélű kard. Van egy másik érvelés, amire utaltam, ez pedig az, hogy ha le akarom egyszerűsíteni, elkészülnek az akkumulátorok, lejárnak az akkumulátorok, és amikor lejár, akkor vissza kell szállítani a gyártó országba, és tulajdonképpen ránk rohadnak az akkumulátorok, itt fogunk ülni egy akkumulátor szemétteretnek a tetején, és hát nem fogunk tudni, mit kezdeni ezekkel. Itt a kérdésedben már volt egy hiba, vagy Na. egy tévedés, hogy ezt vissza kell szállítani a gyártó országba. A... Ez egy fontos érv és fontos állítás volt itt az de elmúlt nem, időszakban nem, a sajtóban. De, de jogszabályi szöveg ilyet nem mond, sőt a jogszabályban egyébként tételesen ez így le van írva, hogy az a visszagyűjtés és az újrahasznosítás megtörténhet az adott tagállamban, megtörténhet más Európai Uniós tagállamban és megtörténhet Európán kívül. A jogszabály azt mondja Akkor ki... Akkor ez egy fedítés volt, ami megjelent? Én megmerném kockáztatni, hogy ez egy szándékos hazugság volt. A kiterjesztett gyártói felelősség az akkumulátor keretirányelv, illetve a hulladék keretirányelv vonatkozik erre a tevékenységre. Mind a háromban van egy olyan, hogy gyártó, de a gyártót, mivel a jogi szövegben azért ez sokszor más jelent, mint a köz, köznyelvben, a gyártó alatt a forgalmazót is értik. Tehát valójában azt mondja a jogszabály, hogy aki utoljára értékesítette a végfogyasztónak, az felelős azért, hogy itt a visszagyűjtés, amit majd Európai Unió szinten központilag meghatároznak, illetve az újrahasznosításnak a mértéke, amit szintén központilag meghatároznak, azért anyagilag helytájon. Mm. Nem neki kell személyében elvégezni ezt, és nem is neki kell úgymond felelősséget vállalni, hogyha ez a tevékenység nem következik be. Ő megbízhat egy harmadik, tehát mondjuk vannak akkumulátorgyártók, ők ezeket az akkumulátorokat beszerelik mondjuk a gépjárművekbe. A gépjárműveket fogják értékesíteni a végfogyasztónak, és valójában itt a, a végfogyasztási ponton megtörténhet a visszagyűjtés de nem, és, és kötelesek is egyébként ezt visszavenni, de megbízhatnak egy új jogi szemét, létrehozhatnak egy ilyen újra, mondjuk akkumulátor újrahasznosító, nem tudom, KFT-t, most egy fiktív nevet mondtam, aki nél le lehet ezeket adni, vagy megbízhatják az adott országnak a hulladégazdálkodási rendszerét, hogyha vállalja ezt az adott ország, és ez esetben anyagilag helyt kell állniuk, tehát fizetniük kell ezt a tevékenységet. Ami nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban már működik. Nem akkumulátorokkal, de mondjuk csomagolási hulladékkal. A PET palackot mondjuk legyártják Szlovákiába, behozzák Magyarországon, Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtőbe bekerül, de hogyha itt nincs megfelelő hulladék újrahasznosító, akkor ezt elszállítják vagy vissza Szlovákiába, vagy hogyha van itt megfelelő újrahasznosító, akkor itt Magyarországon hasznosítják újra, vagy elszállítják egy harmadik országba, mondjuk Horvátországba. És ugyanez várhat, hogy ilyen regionális központok alakulnak ki. Gondoljuk el, és mondok egy példát, hogy ez érthetőbb legyen a nézők számára is. Legyártanak itt egy akkumulátort, beszerelik mondjuk egy Mercedesbe, Mercedes-t elszállítják Portugáliába, ott használja valaki mondjuk 10-15 évig, tönkre megy az akkumulátor, és Portugália útjain uh, valaki bemegy egy szervizbe, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, szeretném kicserélni az akkumulátoromat, és Portugáliából ezt a borzasztó nehéz alkatrészt, hogyha igaz lenne ez az állítás, vissza kéne szállítani Magyarországra, ami nem lenne gazdaságos, és egyébként nem is észszerű. Miért kéne visszaszállítani, hogyha mondjuk Spanyolországban van egy akkumulátor újrahasznosító üzem? És ezt mondja a jogszabály, hogy meg kell szervezni, és anyagilag helyt kell állni de hogy ez hogyan zajlik le, ez már, ez nem kötött ország országhatárokhoz. Más téma. Van még egy pár percünk. Azt mondtad, hogy bízunk a kormányban ebben a tekintetben. Jól értettem az üzenetet. És akkor bízunk az NGO-kban? Mert hát ugye kiben bízna az ember jobban, mint az zöld NGO-ban, akik a legjobban ismerik? És én köszönöm, a, a zöld köszönöm hogy ezt visszahoztad, mert amúgy erre szerettem volna még egy... Én is nagy... szeretném, hogy beszélnénk Nagyon jó a... példát hozni. Tavaly augusztusban a Gödi akkumulátorgyárhoz kiment a Greenpeace, és uh, volt egy, most nem akarom technikai információkkal terhelni a nézőket, volt egy ilyen nagyon mérgező vegyi anyag, aminek a jelenlétét kimutatták a talajvízben. Igen, és, ez, de mindenki emlékszik. Igen, és uh, ennek a, mivel ez egy illékony vegyület, hogyha ez a talajba vagy a talajvízbe kerül, és onnan, tehát ez egy friss szennyezés, akkor onnan ilékonysága miatt a légkörből is kimutatható lett volna. És kiment a Greenpeace, és levegő mintavételezést végzett, és beküldte egy független laboratóriumba, és kimutatta, hogy a levegőben nincs ez az ilékony vegyület, tehát a szennyezés nem friss. Tehát nem az akkumulátor gyártás folyamata során került a talajba vagy a talajvízbe, hanem valószínűleg egy korábbi, mivel egy meglévő ipari park területén épült, és például képcső gyártás zajlott, tehát televíziókhoz gyártott a képcsövet és ugyanezt a vegyületet ott is használták, valószínűleg már akkor évtizedekkel korábban. De mégis az ellenzéki média teli harsokta, hogy a Gödi akkumulátor gyár mellett mérgezi az Gödi így van. és mérgezi az embereket. És egyébként szóval nem szeretném uh, nyilván azt se kommunikálni, hogy ezek a gyárak nem lehetnek szennyezőek, mivel nehéz vagy vegyipari tevékenységről Nyilván nyilvánvalóan lehetnek szennyezőek, ezért kell, hogy borzasztó szigorú a leessenek, és hogy a hatóságok állandóan ellenőrizzenek. Na most az NGO-k szerepe ebből a szempontból nagyon érdekes, mert egyébként én viszonylag jó kapcsolatot ápolok a hazai NGO-kkal. Most népszerű nem akarom a legnagyobbakat itt felsorolni, ingyen reklámot nem akarok nekik csinálni, de hogy jó, egyébként munkakapcsolatban vagyunk, tehát néha bejönnek egyébként oktatni az MCC-ben mi néha mi közös rendezvényeket csinálunk, és ezek a hazai NGO-k, még akkor is, hogyha a nemzetközi hálózat részei teljesen mások, mint a nyugat-európai társaik. Tehát persze elmondják, hogy egyébként itt nagyon kell vigyázni, elmondják, hogy ezek az akkumulátorok, ezek ezek lehetnek veszélyesek, de mégis ők azért máshogy viselkednek, mint azok a német kollégáik, akik oda ragaszgatják magukat a repterekhez, meg leöntik mindenféle kétes eredetű anyaggal a, a, a műtárgyakat. Velük nagyjából szót lehet érteni. És ezt azért is mondom, mert ez egy meglepő tapasztalat, hogy Magyarországon minden kicsit olyan sajátos, még az ilyen nagy nemzetközi zöld szervezeteknek a tagjai se tudják megtagadni egyébként a kulturális és hátterüket, még velük is szót lehet érteni. Viszont amikor elmegyek külföldre, akkor azt látom, hogy a teljes űrület lesz úrá, -e, És utolsó gondolat ehhez. Pszichózis van, tömegpszichózis. Hmm. Tehát a, a fiatalok egy része, ugye azt, azt tudjuk, amióta megírta az Üdöltse Zeitung, hogy a, a tüntetőknek, ezeknek a ragasztós klímagyerekeknek egy jelentős részét fizetik főállásba fizetik, azért aggódnak a klímáért, mert. mert kapják a pénzt ez, ez, ezért érte, igen. kapják a pénzt, hogy aggódjanak. Ez egy fontos tanulság, szerintem ezzel az attitűddel érdemes feléjük fordulni. De a másik részük, és én ezt látom a saját szememmel, és azért hiszem el, tényleg azt hiszi, hogy itt a világ vége. És az azért van, mert felelőtlenül a, egyébként a média is, és egyébként a politikusok, nyakik benne vannak ebben, azért, hogy szavazatokat és kattintás számot hmm. tudjanak növelni, elhitették ezekkel a gyerekekkel, hogy itt néhány év múlva jön a világvége. És te mit tennél meg, hogyha néhány év múlva jönne a világvége, és azt mondanák, hogy rajtad múlik, hogy megakadályozd. Nem is hát, de, de, a radikalizmus az hm. garantálható. Tehát, hogyha várod a világvégét, mint ezek a messianisztikus mozgalmak, akkor semmi sem drága, akkor semmi mitétje van a dolgoknak, érted? Le, lecsuknak néhány évre, tök mindegy, úgyis vége a világnak. Tehát ezek a gyerekek elhiszik, és ezért van óriási felelőssége mindenkinek, aki az éghajlatról beszél, hogy ezt olyan mederbe tegyen, hogy a racionalitással találkozzon. Fontos tanulság volt Litkei én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük a Mondiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket innen az MCC Festről is, a házigazdát Póca Istvánt hallották, viszont látásra, viszont hallásra.